Ez az egyik legnagyobb rendezvényünk volt 2007-ben Magyarország vendégkertemben. Grünwald Párné, a Dombóvárt Kertben Baráti Társaság elnöke mutatja azt a molinót, melynek párja a testvér település tulajdonában van. A történet a kitelepítés előtt egy gyerekkori barátságból indult. Egy bölcsőbe ringatott barátságból indult Zárt István és Becht Henrik, a Mecsek nyúlványai közt megbúvó gerényesen születtek, ott jártak együtt óvodába, iskolába, és a barátságuk nem szakadt szét. 1963-ban találkoztak először, ezen a találkozón én is részt vettem, akkor 7 éves kislányként. És ezt a kapcsolatot nem szakították meg. 1991-ben tudták létrehozni, hogy Dombováron testvérvárosi kapcsolatot aláírjanak. Akkor Günther Hausmann és dr. Fazekas István polgármesterek, illetve sok-sok más ember, Németországból 100 ember részvételével itt a Tinódi házban köttetett meg a kapcsolat. Az egyesület, mely a két város kapcsolatát kezeli és kíséri, 25 évvel ezelőtt jött létre. Az együttműködés az idők során szociális, kulturális és sportrendezvényekben öltött testet. Évente találkoztunk egészen 2019-ig. Azóta, vagy 2020-ig, mert azóta ez a kapcsolat a pandémia miatt nem áll, mert kezeljük ezt havonta, mi beszélünk telefonon, illetve e-mailezünk, dolgozunk rajt. A mi egyesületünk ezt nagyon jól kezeli, mi szociális részen támogatunk inkább embereket, gyerekeket, támogatjuk a gerényesieket is, mert addig, amíg mi vagyunk, addig ezt a dolgot támogatjuk, ott is a gyerekeket. Mikulás házat hoztunk létre Dombováron. Gerényesen a Mikulás járt, most legutóbb a pandémia ideje alatt is. Húsvétvárokat, farsangi kerekasztalokat, karácsonyi ünnepségeket, kapostánc együttest kijuttattuk. A Dombovári Zenész Egyesületet, az egy olyan kb. 5 napos rendezvény, amikor a zenekarod zenélhet, és a magyar kultúrát viheti. 2007-ben volt a Magyarország vendégkertemben, ott nem csak a kaposkórus, nem csak a kapostánc együttes, hanem művészek, Ambrus Sándor, Katatics Zsuzsanna, a festőművészek Dombováról kiállítottak, az egyesületek az ő kulturális dolgaikat elvitték és mutatták be. Csodálatos ünnepség volt, mindenki bemutatta, amit tud. Nyilván ők is hoztak onnan kulturális kultúrkűtert, így hívjuk. Egy csodálatos 5 napos ünnepség volt. Mi az egyesület, 50 főből állunk már csak, és nagyon sokan meghaltak. Igazándiból a fiatalok most már eljutnak Németországba is, anélkül, hogy el kellene őket vinni, mert hát ez is ilyen is volt, hogy német tanulás miatt gyerekeket szállítottunk ki, családokhoz barátságokat kötöttek. Nem tudom, hol tart ez a barátság, mert elszélettek a fiatalok, nem tudjuk, hogy tartják a kapcsolatot. A következő generáció tagjai közül is sokan értik ennek a kapcsolatnak a lényegét, mondja Grünwald Párné. Igaz, az alapítás óta a viszonyok nagyon megváltoztak. Ma már ahhoz, hogy a gyerekek külföldre jussanak, nincs szükség arra, hogy egy sport vagy kulturális küldöttség része legyenek. Remélem, hogy lesz majd valaki, aki helyettesíti a mi kapcsolattartásunkat. A férjemmel mi együtt dolgozunk egy nagyon kemény csapatban. Szeretnénk, hogyha valaki tovább vinné. De itt a dombovári fiataloknak az érdeklődése, az szerintem csak munkakapcsolatban fogna, vagy jelenne meg igazán. Nem látom azt, hogy olyan mély barátságok kötöttek volna, mint amilyen a mi barátságunk a kerneniek felé. Szeretném megélni, hogy ez a kapcsolat eljusson a 35. évfordulójához, és nagyon remélem, hogy ebben a németeken kívül a helyi önkormányzat is partner lesz, mondja az egyesület elnöke. Jó volna a mostani 7.-8. osztályosoknak megmutatni, hogy néz ki Kernen, hogy a létrejövő kapcsolatok tovább éltessék a két város együttműködését. Mondta el gondolatait Grünwald Párné.